Magyarországon egyre többen kezdenek el podcasteket gyártani. Amerikában már régen elkezdték, és rengeteg fajta közül tudtok választani. Nagy szórakozás és kiváló lehetőség tanulásra, utazás közben, vezetés közben. És csak pár dologra van szükség, hogy elkészíthest az első podcast adásodat, és ebben a videóban arra fogok mesélni, hogy hogyan készítsétek el az első podcasteteket. Nincs olyan téma, amiben ne találnál podcastet. Politika, tech, újságírás, sport, akármi. A mai technológia segítségével pedig pofon egyszerű ezeket rögzíteni. Nincs másra szükséged, mint egy tabletra, vagy egy laptopra, vagy az okos telefonodra. Egy fejhallgatóra, ebből bármilyet használhatsz, én a Sennheiser 280 Pro-t használom, mivel rendkívül kényelmes egy hosszabb munka során is. Egy mikrofonra és egy plusz fejhallgatóra, ez lehet vezetékes vagy vezeték nélküli, de erről majd egy kicsit később. Ezt az adást Zoomon keresztül készítettem Sós Bertalannal. Az alkalmazás lehetővé teszi azt, hogy tudjam rögzíteni a saját hangomat és a beszélgető partnerét is külön. A saját hangomat külön rögzítem. Erre a Sony Alpha 6600-as kamerát használom, ennek a tetejére pedig rakok egy plusz mikrofont, a Rode VideoMicro-t. Egy epizód felvétele nagyjából így néz ki számomra. Balra tőlem a kamerám a mikrofonnal, fejhallgatók előttem, és jobbra pedig egy tablet vagy egy laptop. Azért van szükségem a laptopra, hogy tudjak kommunikálni a vendéggel. A mikrofonra pedig arra, hogy a hangomat tudjam rögzíteni. Nincs külön rögzítő számomra, hangrögzítő, ezért a kamerámat használom, videót veszek fel, aminek később csak a hangsávját használom fel utómunkában. Ezt pedig külön monitorozom egy fejhallgatóval, félfüllel folyamatosan hallgatom, hogy milyen a hangfelvételem. Érdemes a kamera mikrofonjához a lehető legközelebb jönni, és így fogod a legjobb hangminőséget kapni. A másik fülembe pedig egy vezetékes vagy egy vezeték nélküli fülhallgatót teszek, ami rá van kötve vagy a tabletre, vagy a laptopra itt előttem, és így a vendéget is folyamatosan hallom. Hogyha nem ezt használnám, hanem a hangszóron bömbölne a beszélgetőnek a hangja, akkor pedig rengeteg problémával néznék szembe, mivel természetesen azt a hangot felvenné a saját mikrofonom is. Egy ilyen hosszabb podcastes beszélgetés előtt érdemes felkészülni témákkal és kérdésekkel. Erre egy külön jegyzettömböt létre szoktam hozni a vendég nevével együtt, és elkezdem bele a hét folyamán írni azokat a témákat, és azokat a kérdéseket, ami számomra érdekesek lehetnek a beszélgető partnerrel. Ezeket pedig az adás felvétele előtt egy-két nappal elküldöm nekik, hogy át tudják nézni, és megnyugodjanak, hogy milyen témákról lesz szó. Amint vége a beszélgetésnek, egy mappába rendezem a hangsávokat. Szerkesztésre a Final Cut Pro-t használom, de használhatod erre a Premiere Pro-t, vagy vannak ingyenes megoldások, mint mondjuk a GarageBand, vagy akár az Audacity. Utómunkában még rengeteget tudsz változtatni a hanganyagon. Amikor megkapod a két hangsávot, érdemes őket szintbe hozni. Tehát ne legyen valaki túl hangos, valaki pedig túl halk, ez eléggé zavaró tud lenni. És más dolgokat is be tudsz állítani, hogy még kellemesebb legyen a hangzása neked és a beszélgető partnerednek. Ki tudod vágni azokat a részleteket, ahol éppen valaki köhög vagy elmegy telefonálni, hogy ezek ne rontsák a teljes felvételt. Miután kimentetted az adást, töltsd fel egy online platformra, ami segít abban, hogy megjelenítse a legnagyobb podcast platformokon. Legyen ez Google Podcast, Apple Podcast, Spotify vagy akármi. Én erre az Anchor-t használom, és tényleg pár kattintással el tudod kezdeni a saját podcastedet, és segít abban, hogy mindenhol megjelenjen az. Ezután az epizódot töltsd fel a megfelelő adatokkal, és már publikálhatod a közönséged felé az adást. Nagyon fontos, hogy érezd jól magad, mert a podcast készítése szerintem egy remek szórakozás, és egy remek lehetőséget nyújt arra, hogy új emberekkel ismerkedj meg, meginterjúztasd őket, vagy akár csak beszélgess a haverokkal, és ezeket online publikáld. A legfontosabb az, hogy milyen témákról beszélsz, és milyen egyéniség vagy. És ne legyenek hatalmas elvárásaid, hogy milliók fogják azonnal hallgatni az adásodat. Mert, ahogy mondtam, a lényeg a szórakozás. Nem számít, hogy milyen felszereléssel készítetek az epizódot, az számít, hogy kreatívak legyetek. Én is a kamerámat használom hangfelvevésre, de akár használhatjátok a saját telefonotokat. Az a lényeg, hogy minél közelebb legyetek a mikrofonhoz. Érdekes témákról beszélgessetek, és próbáljátok magatokat adni. Tényleg 40-50 percesek akár egy podcast adások. Nagyon izgalmasnak és nagyon igazából különlegesnek kell lenned ahhoz, hogy egy ember végig hallgassa azt. Ti milyen podcastet hallgattok, esetleg gyártotok saját podcastet? Dobjátok le a kommentek közé. Én Drevenyák Dávid voltam, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!